nem szeretnék eh, optimista, vagy hurrá optimista hangot megütni. Maradjunk abban, hogy az első fecskék megjelentek, és most már eh, kereskedők és élelmiszerláncok is versenyeznek egymással abban, hogy ki tud mely termékek nézve olcsóbb árat ajánlani. Tehát egy antiinflációs verseny alakult ki. Nem akarok erről sokat beszélni, de a háttérben a fogyasztóvédelem és a versenyhivatal hatalmas erőkkel dolgozik. Minden a ellenőrzéseket tartunk, az elrendelt intézkedéseink betartását ellenőrizzük, és nem engedjük, hogy inflációs spekuláció alakuljon ki, és akár kereskedők, akár bárki más, az infláción megpróbáljon extra profitra szert tenni. Megvannak az eszközeink ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk, nem mondom, hogy százszázalékosan sikeres a fölépésünk, de nagyon hatékony, és ez meg is fogja hozni az eredményt a következő időszakban is.